Nagy múltra tekint vissza a gazdagág vetérkedő. Szombat este a magyar kanizsai községből a házigazda oromhegyesi műkedvelők mellett a horgosi, martonosi, kispiaci, völgyesi, oromi, tótfalusi, magyar kanizsai és adorjáni, a környező községekből pedig a zentai, tornyosi, ludasi és török kanizsai művelődési egyesületek mutatták be a témával kapcsolatos műsorukat a faluházban. Az előcsarnokban népművészeti értékek sokaságát felvonultató kiállítást láthattak az érdeklődők, ahonnan nem hiányoztak a régi idők ételei, kalácsai, süteményei sem. A kispiaciaknak az egykori summások, a cselédek és a béresek elődjeinek életét kellett feldolgozniuk. Akik már a 20 éven fölül voltak, ugye mindenfelé a pénz kell, és akkor elvitték, és akkor ezek dolgoztak, mondjuk ezek vájkot vertek, ezek szárat kötöttek, ezek mondjuk arattak, csumát vertek, meg kapáltak, meg hát ugye a gazdag kinek mit adott föl. A ludasiaknak a házőrző és udvaros feladatait kellett felkutatniuk és bemutatniuk. Ez sem bizonyult egyszerű feladatnak. A régi idősektől, elbeszélésekből gyűjtögettünk morzsákat, úgymond, és ebből próbáltuk kialakítani a mi kis beszámolónkat. A gyűjtésünk ehhez nem kapcsolódik, mert nem tipikus béres munka vagy szolgáló munka ez, úgyhogy amiket gyűjtöttünk, ez általában jellemző a szolgákra, a béresekre. A vetélkedőt végül megosztva 48-48 ponttal a tornyosi Ady Endre és a kispiaci Jókai Mór Művelődési Egyesület csapatai nyerték, így fél évig egyiküknél, fél évig pedig a másikuknál lesz majd a vetélkedő fődíja, a vándorág.